Sziasztok, Tompa Éva vagyok a Hilvitától. Ha rendszeresen fogyasztasz mézes diót, valódi csoda fog rád várni. A méz és a dió külön-külön is hatékonyan megállja a helyét, azonban együtt igazi csodákra képes. A mézről röviden. Rendkívül magas az enzim tartalma, ami miatt jelentős antibiotikus sajátossága köszönhető. Jelentős felhasználási köre, szívbetegségek, gyomorhurut, légcsőhurut, sebek kezelése is még sorolhatnám. A dióról röviden, a dió nagyszerű forrása a telítetlen zsírsavaknak. Segít megőrizni a vérerek rugalmasságát. Számos jótékony hatással rendelkezik. Egyes kutatások kimutatták, hogy a diófogyasztás csökkentheti a kettes típusú cukorbetegséget, úgyhogy hajrá! Ajánlott bőrbetegségekre, pattanások, kelések, fekélyek, eczéma kezelésére, használják még borogatásra, gyulladásgátlásra, aranyér esetén pedig a leveléből készített ülőfürdő ajánlott. Mézes dió. Fogyasszunk naponta, mert kiválóan tisztítja a vért, hatékony vérszegénység ellen és megerősíti az ereket. Csupán annyit kell tenni, hogy fél kiló mézet és fél kilogramm zúzott diót összekeverünk, és adunk hozzá egy kis citromlevet. Ezt a keveréket tegyük bele egy jól zárható üvegedénybe, és fogyasszunk belőle napi 3 alkalommal egy-egy teáskanállal. Segíthet magas vérnyomás esetében. Ebben az esetben 100 g mézet és ugyanennyi diót kell összekeverni, és ebből fogyasszunk 1-2 evőkanállal. Hatásos ez a mennyiség fejfájásra is, és még a könnyed alváshoz is hozzájáró, ugye nem is gondoltad volna. Gyomorfekére is hatásos lehet, gyakori fejfájási panaszok kínoznak, a dió és a méz kombinácia hatékonyan szünteti meg ezeket a panaszokat is. Érdemes összekeverni a mézet és a diót egy-egy arányban, és naponta 1-2 evőkanállal fogyasztani belőle. Fejfájás enyhítése mellett még az álmatlanság kezelésére is nagyon-nagyon alkalmas. Elkészíteni igazán egyszerű. Szúrjunk egy üvegbe pucolt diót és öntsük fel mézzel. Ez lehet egy kicsit lassabb folyamat, ugyanis a méznek kell egy kis idő, amíg lecsorog az üveg aljáig. Addig töltsük mézzel, amíg levegőmentes nem marad az üveg. Ezután csavarjuk rá a kupakot, ezután tegyük olyan helyre, ahol nem zavar, nincs szem előtt. Kb. Egy hónapra van szükség ahhoz, hogy a dió és a méz jól összeérjen. Ez idő alatt nagyon jól összeérik, és utána már teljesen fogyasztható. Én remélem, hogy tudtam neked új tippet adni, és én köszönöm neked, hogy megnéztél, és hogyha szeretnél máskor is hasonló videókat nézni tőlem, akkor iratkozz fel YouTube csatornánkra. Szia!